Where's Austin? Oh, could you get a lot of people? He made you. Ha ha ha! Reggel, sziasztok! Ma is megyünk, nem csak tegnap. Ó, atya a fia. No. Ismét nem mondtam el induláskor, de ma négyen vagyunk. Tibor, VT, aki a túrát indította. Panna és én. Ha már erre vagyunk, megint csinálok egy kisebb. Juhú! Szép volt! Család! Akkor jó helyen vagyunk a családban. Tamás, egy vízszintes ponton megállunk, megcsináljam a szavackot. A régi géppel sem ásztál lassan, Tamás, de azért ezzel látszik, hogy kényelmesebb, nem? Dehogy is, hát jobb a csapágyad is. Jó. Hú. Ez az. Menj a francba a méhesbe a szaroddal, mert rohad. Jézusom. Na jó, hogy megállok, amíg elmúlik a füstje, basszus. Ezt nem lehet elviselni. Majd jövök. Fúj. Menjen a büdös francba ezt a rohadás szart, miért nem tudja már kidobni. Nézd meg, mi van a focipálya fölött. Mint a köd lenne. Remélem, jobb, ott van. Jó. Még utána a focipálya fölött maradt ilyen ködszerűen a füst. Igen, igen, nagyon durva volt. Annyira beszélek, hogy álmomban összefutottam magammal valamelyik nap, és nem értettünk egyet. Nagyon vicces. Nagyon vicces volt. Én oda a számosod? Igen. Fogta magát a kicsi csapat, kicsi vízvétel után, nem mondjuk. Tamás, mesélj valami. Nem tudok mit mondani. Nem tudsz mit mondani, de akkor most mondd, miért mondtad, hogy mit? Nem volt vicces, tudom. Mi van a kicsi kocsitban? Aha, rózsaszínkével. Mi? Arra az autóra azt mondani, hogy piros, az pontosan akkora ferdítés, mint hogy Magyarország előre halad. Nem hátra. Figyelj, ez olyan Magyarország előre megy, nem hátra. De én nem láttam még, hogy gyalogolt volna. Várjál, akkor mit akarunk a vármegyünk? Viszont már mentünk itt alul, csak máshonnan. Mit? Nem tudom, igen. Úgy látom. Igen. De egyébként érdekes hangja van, hullámokban hallom a racsetedet. Ez csak a fogás. Aha, nyim, nyim, nyim. Valamilyen gumiban van. Aha, aha, lehet, aha.
Ja, van rajtad valami. De hallani az agyból is. De nem arra gondolok, hanem hallani az agyból ezt a hini 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 hini. Ki most adta azt az agyat? Vagy úgy van fönt, ahogy gyárilag? Tüske. Aha, az tüske. Ki ez a vadaska? Van benne Smithy. Ki van benne Smithy? Azt meg kaptál egy akácot, az durva. Akkor most várj, vedd el a fejér, mert szemem fog fösgölni. Nem, nem szúrt át. De ennyiben bele csak áll. És nézd meg, még egyszer azt mondja nekem valaki, hogy a tyúb lesz szar. Mekkora tüskét viseltel? De az a tüské, az a bütyékben volt csak. De akkor is, ekkora tüske. Még hogyha ez át is megy, akkor is kibírta volna, hogy tyúb lesz. Ez a nagy basz. Ha, hát ez az akács. Dobd el, osztozzon más is. Autó. Ott megyünk? Otthon van. Én most már csak folyadékot hordok, hogyha nagyon olyan helyre kell menni, de ma se hoztam. Tóth Gábor lepődött meg rajta, azt mondja, Tomi, neked van gumit, nem? Nincs. Ezt mutka neked adtam. Meg nekem előtte. Aztán tudod, hogy kellemetlenül érünk, amikor kell a gumi és 3000-ért vettem. Ja, hát, de mondtam neked, hogy szóljál, mert ezzel is tudok segíteni. Pont erről beszéltem, igen. Ez az, amiről beszéltem. Most menjünk, most már erre megyünk, menjünk. Csak ez nem a szántó, amiről beszéltél, azért kérdeztem. Az kint van. Igen, ennek a tetejéről kell kimenni balra. Ezt azért utáig olyan homokos, hogy folyton tele vagy a popám homokkal. Amúgy nem is tűnik meredeknek, de mégis az, nem? Ja. Egy kis sunyi. Jó. Azt mondtátok, nem volt ilyen meleg. Vagy rosszul emlékszem? Nem volt olyan meleg. Ilyen is volt, ilyen 22. Úgy most sem a meleggel van a bajom, hanem a párával. Ide lentről szoktunk jönni, onnan. Onnan. Egyébként én nagyon jól tudom a napot, hiszen egész nap kint vagyok. Azzal nincs bajom, egyedül a párát nem bírom elviselni. Mondom, te tekersz és semmit nem csinálok. Csak ugrottam. Nem tudom, hogy lehet ez. Eddig mindig lassabb volt a kerék. Ja, akkor kikerültük azt a sziklás meredek szart. Igen. Az jó. Hát arra nem akartam menni. Nem, én sem. Nem. Tegnap elég volt a... Ma már csak... Tulajdonképpen ez a levezetőkörünk. Nagyobb lesz a levezetőkör. 36 fokban ne biciklizzél. Undorító. Eleve, hogy képzeled, hogy kijössz melegben bingázni? Sziasztok! Üdvözlet! Hoppá! Yeah! Mert hogy te egyáltalán nem veszel levegőt, azt látom. Még se hallunk egy liegést tőled. Meddig emelkedik még ez a szar?
szív. Tudom. Ez már egy másfél perc. Nehéz volt? Volt, ahol igen, mert nem húztam. Mindig elfelejtek húzni, pedig akkor könnyen. Tényleg meleg lehet, alig van turi. Elindultunk lefelé Csergezámról. Ez nagyon finom volt, csak kiszedtem a szememből a port. Ez kár, hogy rövid egyébként. Majd, mi? Kár, hogy rövid. Igen, lehetne még egy olyan 4 kilométerre hosszabb. Tudod, hogy elfáradnál? Nagyon, tudom. Várjál, még Panna nincs itt. Ja, itt van, jó van. Jó volt? Miért jöttetek ilyen lassan? Egy vicces kis kanyar volt. Hol a Tibor? Defektje van. Mondtam. Defekt. Tudtam, hogy túl kemény az a gumi. Azt mondja, hogy szerinte túl engedte. Nem engedte túl. Ezen a kavicsoson? Úgy sodrodott, mint az állat. Persze. Nem tudom, a kövesnek az alján. Van nálam ragasztó, de nincs nálam izé. Azt mondja, hogy van nála szerinte. Ja, jó. Na hát visszajöttünk Tibihez, mert ugye defektje volt. Közben kiderült ám itt a bilő, milyen problémák vannak. A váltókanál belülről elszakadt, annyira elhasználta, hogy ott eltört az anyag, és kijött a lánc, és mindezek mellé Tibi még rátett egy lapáttal, nézzétek meg ezt a bovdent, ugye fele hiányzik, nem tart. Tehát konkrétan most van neki vége a túrának, mert egy 50 km per órán ez elszakad, és megyünk a Tiborral a fogászatra. Jó napot! Én se váltottam, most jöttem rá. Így jöttem. Na, akkor végül is. Akkor végül is jó, hogy megtörtént ez a defekt, nem? Csinálni egy ilyen fájt, és
amikor találkozónál mindenki cseppolja le a bicikli. De én ezt hányszor elmondtam már, nem? Meg te is. Jó párszor elmondtuk, szerintem a Tibornak is mondtuk már. Még tavaly, tudod? Miki, most hol akadtál? Jön. Csak lassan, mert félti a gépet. Hát legközelebb, Gábor, ha kiírod valahova, én te szoktad... Bovden legyen nálad! Ne Bovden! Nézd át a biciklidet, ha nem legyen semmi baja. Jó. Ha valami baja van, hozzá tartalék. De... Nézd, hogy csináld meg előtte ott. De most már megcsinálom akkor a kis pakkomat én is, hogy legyen itt. Azért most már egy Bovden fogok bedobni. Nekem van otthon egy csomó, csak mondom azért nem hoztam, mert... Hát mondom, úgy se kell. Mindenki profi. Hm? Még egyszer mondd el? Az nagyon jó. Az AX-es, az nagyon állat. Életben nem lesz vele bajod. Egyszer beállítod, tökéletes. Azt hittem, mész előttem. Hát nem érne. Jaj már! Nem vagy te olyan lassú. Nem hallak! Tibor, a gurulásnál nem szakad el a fék. A Bovden. Hú, de jól néz ki. Ez nagyon tetszik ez az út. Ja, mostanában elkezdett zárogatni? Itt a víz, lalalala. De rég voltunk erre! Már legalább egy másfél éve. Megtörtént a tragédia, elszakadt a koponyának a tartója. Kicsi kopcinak annyi, nem tud, most már lóg. Na akkor elmegyek megvenni neked a szelepeket, meg a folyadékot? Persze! Montizni sokkal jobb belső nélkül. Mondtam már, hogy balon kell menni. Nem a jobbon. Az uncsi. Itt a balon, e? Mondtam, hogy a balon. Miért? Mi történt? Egy baszott lesz szarvas, bogi-mogi. Jaj, de drága, hogy videózzam le. De szép. Jó vagyok, támadva. Nem bánt, de hogy támad? Csak rád repült. Nagyon jó, hogy ott van. Védett állat, nem bánthatjuk. Nem akarom bántani, csak... Maradj így. Egy mellbogár. Van egy brossod! Mindjárt leszedem. Gyere, picurkálni, gyere. Gyere. Itt szivatott engem a nagyon. Tamás tavaly, nem? Amikor ti arra mentetek, balra, és akkor mondtam, hogy én jobbra. Ez nem az volt? Gyere szépen le. Gyere le. Ebből a fába, gyere le. Jó, gyere. Jó kutya. Kapd el. Gyere már le. Engedd el azt az anyagot. Ügyes vagy, gyere, lemegyünk, jó? Lemegyünk, nem lesz baj. Köszönöm. Gyere, babám. Pihenjél meg ott, jó? Ott a fűben. Az a te helyed, nincsen semmi baj. Jó van. Ez jó volt, megmentetted a bogarat attól, hogy eltaposd. Ügyes vagy. Eltapossam. Hát miért? Lehet, hogy leesett volna a földre, és átmész rajta a gumival. Hát de repült, ezt így... Hát persze, hogy repült, most esett le a fáról. Leesett? Persze. Ne. Hát, mert most jött le a fáról. Ja, megálltatok? Mentettünk bogarat.
Üdvözlet! Szia, kutyi, megint! Feri, szeressük! A lejtőt! Tibornak rossz a hirtelen fölle miatt. Igen. Mindez csak lábból. Se sajnáld. Nem, tudom, hogy erős. Tartom még szar. Hát hogy ment már fel az előbb, ott a betonat? Ja, az mondjuk durva volt. Én csak így néztem, nem hittem a szememnek. 22-11-en. Már nyélem volt mind a két rész. Nem a legkisebben volt. Ja? Egyáltalán fölöttje. Úristen, 22-13, Jézus. 12, igen. Tehát az atomjelet meg lehetne adni neki. Micsoda? Az atomjelet. Atomantik. Igen. Ja, ez a kék vissza, ha megvan. Igen. Na milyen volt? Jó. Hát igen. Elnyújtottabb volt így a mászás. De jobb is. Nem erre. Ja? Az ugratós részen kézzel én is blokkolva voltam, utána vettem észre. De nagy... akartam jönni, egy másik úton, de... Júj! Váltás közben kanyarodni rá kapocs. Nem szép dolog. Ez az. Ja, ezt nagyon szeretem, ezt a lejtőt. Nagyon. Ez egy nagyon finom kis lejtőcske. Erre mondtam. Aha. Jó kis single track. Szólhattál volna. Állj meg! Óvatosan! Kanyar után! Az! Jó? Meg, ahogy átment rajta Tamás, megfordult, kicsit megijesztett. Lesz még egy ilyen. Fa!
Megtalálta a legvadregényebbet, Tomi. Hú, de régen jöttünk itt, nagyon király. Szerintem itt csak letoltam annó, ha merevvel voltam itt. Nem is veletek. Ez tetszik! Nagyon jó! Itt meg jobb! Ez tetszik! Tamás, menjünk le még egyszer ugyanígy! Megy a korolom! Bal! Itt megvárjuk őket, jó? Merebben voltam itt, akkor majd szétizrázott, akkor nagyon féltem. Na. Semmi baj, jövök. Minden oké? Persze, csak borult. Kellett már egyet esnie, már ideje volt. Jó. Ajj, amúgy megint azt éreztem, mint... Telibe átfordítok. Megint azt éreztem, mint múltkor. A pannát. Megint azt éreztem, mint lefelé, mint a múltkor, hogy olyan izé van már rajtam. Stressz. Nem. Semmi baj. Ilyen remegés izében. Azért megcsináltam az izotóniást, hogy majd... Amúgy nem vagyok jól. Semmi baj, rendben leszel. Most már csak lefele megyünk, jó? Mehetünk, panna? Nagyon durva volt. Igen, itt jobbra, te meg egyenesen. Szia, Tibor! Miről? Igen, de hazamegy. Hazamegy a csőért, és elmegy a Tamáshoz. Nem tudunk róla. Hozzám akkor nem jön a Tibor? Jó, ennyi. Jó, most beszélték meg. Igen. Ez igaz? Menjünk, mi jobbra menjünk. Tegnap megvolt. Ez kötelező. Jó. Na, tényleg ez a vége, srácok, mai napnak.
köszönjük voltatok, hogy ezt is megnéztétek. Megnéztétek. Jó, legyetek. Bármelyiken, amelyik tetszik. Na, ott is van, na mindegy. Ismét hazudtam, mert urban ride-unk van még. Esik az eső. Na, én is ezt éreztem, hogy valami kötél. Ez aranyos pici, gyere nyugodtan.